Nem a tojások festésével foglalkoztak a hétvégén a lakók több tatabányai társasházban, hanem rongyokkal, fazekakkal próbálták felfogni a plafonból folyó vizet. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása következtében ugyanis folyamatosan áznak be főként a palatetős társasházak felső emeletei. Az ingatlanok jó részét kezelő Kékes Kft. Már az első hívások után megkezdte volna a munkát, de az eső megakadályozta azt. Darabokban hullott le a vakolat ebben a Ságvári Endre úti 4. emeleti lakásban. A tulajdonos azt mondja, 40 éve nem volt ilyen beázás. Se villanyunk, a fiaim csináltak ilyen légvezetéket, hogy legalább a hűtő menjen, ne menjen tönkre mindenem. Annyit megcsináltak, de szóval borzalmas állapotoknak. Itt a húsvért, se sütni, se főzni nem tudok, ott a sok alapanyag. Semmit nem tudok csinálni. A szomszéd lépcsőházban is folyamatosan folyt a plafonból a víz. A kapcsolóból folyott itt végig le a víz. Hát itt folyamatosan itt végig folyott lefelé, hát itt lehet is még látni. Még lehet látni. Hát ott a lámpából is folyott a víz. És mondom, hogy tavaly újítottuk fel az egész lakást. Hát itt így állt a víz a padlón. Hát ez annyira durva volt, hogy én egyszer nem is tudtam volna bemenni, de a szabadságot kellett kivegyek, mert annyi vödör, annyi edények voltak lent, hogy úgy kellett a fürdőkádba hordanom a vizet. Az itteni ingatlanokat kezelő Kft., mivel a lakók rendszeresen fizetik a közös költséget, hamarosan megkezdi a javításokat. Ellenben a köztársaság úti lakásoknál, ahol a hátralékok miatt nincs meg a javítási munkák fedezete. 4-5 nappal ezelőtt kezdődött ez a havazás meg esőzés, attól kezdve hát egyre jobban. Itt teljesen tiszta víz volt a fal, lehetett látni, ahogy folyik le a falon a víz. És akkor felhívtam a közös képviselőt, mondtam, hogy valamit csináljanak. Azt mondták, hogy nem tudnak, mert nincsen pénz a háznak, mert sok a tartozás. Hát mondom, oké, az egy dolog, de hát azért most ázon el minden, meg hát tönkre megy az embernek az ajtó, a bútor, minden tönkre megy. Büdös van, penészezik a lakás. Ezeknél az ingatlanoknál a biztosítás jelentheti a megoldást, a többi helyen, amint az időjárás megengedi, megkezdik a tetőfelújítást.